Éles szavakkal reagáltak az ellenzéki pártok Orbán Viktor csütörtöki sajtótájékoztatójára. Az MSZP és a Párbeszéd például Európa párti kampányba kezd a szerintük Európa ellenes Orbán kormánnyal szemben. Újhely István, az MSZP EP képviselője ugyanis úgy véli, az igazi konfliktus helyzet nem a migráció körül alakult ki. Szerinte az igazi kérdés az, hogy idézem, Európa vagy Orbánisztán adja a jövőnket. A miniszterelnök a tegnapi kormányinfón az EP választással kapcsolatban azt mondta, az ország célja, hogy az unió minden intézményében a bevándorlás ellenes erők kerüljenek többségbe. A kormányfő hozzátette, hogy a migrációs sorskérdés azért foglalkozik ezzel. A Európai Parlamenti képviselője, tehát a vendégünk Újhely István, jó reggelt, ez is alapvetően mennyire kell boldognak lennünk, hiszen ha onnan nézzük a tegnapi történéseket, Orbán Viktor sajtótájékoztatóját, most beleállt a miniszterelnök és vállalta azt, amit egyébként talán itt Magyarországon már tulajdonképpen évek óta nem. Valóban minden újságíró, néhány orgánumot nem engedtek be, de akik bent voltak, mindegy, hogy melyik orgánumtól jöttek, mindegyik újságíró kérdezhetett azt, amit akar. Tehát beleállt a miniszterelnök ebbe. Hát nekem boldogságot a miniszterelnök régen nem tudott szerezni, maximum decemberben, amikor láttam, hogy egy tábor alá sodorta épp az orbáni politika az összes zászlót tartó politikai erőt és szakszervezetet. Ez az egyetlen boldogság, amit nekem a miniszterelnök okozott az elmúlt években. Az meg, hogy egyébként egy miniszterelnök kiáll a sajtó elé és hajlandó nem csak mikrofonálványoknak nyilatkozni, az más demokratikus országokban heti kötelezettsége a miniszterelnöknek. Tehát azért ettől ne essünk hasra. De hogy ez miért történt, az legyen egyértelmű mindenki számára. A miniszterelnök és stábja érzékelte azt, hogy kicsúszott a kezükből a politikai kezdeményezés. Most már másfél hónapja az történik, az van napirenden, amit az ellenzék, a szakszervezetek és a civil szervezetek akarnak. Ilyen nagyon régen fordult elő, és ezzel az izzadság szagú tegnapi produkcióval próbálta visszavenni a kezdeményezést. És én nem mennék el amellett szótlanul, hogy néhány újságíró kimaradt, ilyen egy demokratikus országban nem fordulhat elő, hogy politikai szimpátia alapján nem engednek be újságírókat, odabent pedig a pesti srácoktól az Origóig az Orbán műveknek minden egyes mikrofonja fölteheti az előre kiosztott kérdéseket. Hogyha azt mondja, hogy ennek a sajtótájékoztatónak az volt az oka, hogy az ellenzék túlságosan egységessé vált most, amit ön mondott. Akkor viszont, ha azt a kijelentését nézzük Orbán Viktornak, amit az európai parlamenti választással kapcsolatban tett, akkor az érdekes. Ugye ő azt mondta, hogy ha az ellenzék valóban egy listát állít, akkor ezzel a saját sérjukat ássák meg, és egyébként hozzátette ironikusan, hogy neki ezt nem tiszte megakadályozni. Tehát, ha egyrészt valóban az egyetlen dolog, amitől félhet a miniszterelnök, az az, hogy egységes az ellenzék, másik oldalról viszont azt mondja, hogy szerinte önöknek nem lesz jó egy közös lista, ha egyáltalán lesz ilyen. Én olyan Orbán Viktort nagyon régen nem láttam, aki egy ilyen hosszú kétórás maratoni beszédében ennyiszer megemlítette volna az ellenzék együttműködését. Nem a közös listát, az ellenzék együttműködését. Na, hát a migráció többet, sokkal többször volt. Két dolog szerepelt ebben a tegnapi hosszúra nyúlt one-man show-ba. Bevándorlás, migráció, Európában ellenségeink vannak, és az ellenzék összefogva. Ennyiszer elmondta, hogy az ellenzéknek az együttműködése, és még egyszer mondom, nem a közös lista kérdése, hanem az egy ellen logika. Valószínűleg az Orbáni csapatot és magát Orbán Viktort ez nagyon mélyen érintette, mert különben nem foglalkozott vele is. Hogyha ő azt mondja, hogy szerinte ez rossz irány, nem akar az ellenzéknek tanácsot adni, akkor én meg azt mondom, hogy a lehető legjobb irány az egy ellen logika. Hogy egyébként pedig mi bocsánat, hogy egy pillanat rájunk itt meg, mert ez egy érdekes gondolatmenet, és ugyanez jutott eszembe egyébként, hogy Orbán Viktor azt mondja önöknek, hogy na ez önöknek nem lesz jó, akkor veszek pont ezt kell csinálni, ezt az ellenzéki politikusi gondolkodást értem. Csak hogy pont nem ezt csinálják. Hiszen Tóth Bertalan ugye bejelentette a tüntetés, hogy szerinte jó lenne egy közös elpérista. Tegnap ön már arról beszélt, illetve az elmúlt napokban egyre inkább már csak arról beszéltek, hogy közös kampány, de nincs közös elpérista. Miért léptek vissza ettől? Hát nem így van a sorrendisége. Én két ünnep között tartottam sajtótájékoztatót, és utána itt is voltam az ATV stúdiójában, ahol elmondtam, akkor még sokan így néztek rám, hogy milyen hülyeséget beszél az Újhely, hogy majd január 7-ére szeretném összehívni az összes ellenzéki pártnak az európai
kampányfelelősét, hogy nézzük meg, hogy van-e olyan közös minimum, ami mellett mi egy egységes mozgósító kampányt tudunk csinálni. Ez így van, igen. Akkor itt közös utána, kampányról volt szó, mert Tóth Bertalan januárban már közös listáról Berci beszélt, ugye, azt mondta a tüntetésen, egyébként rendkívül jó ütemérzékkel, hiszen a politikában mindenki erről beszélget, hogy van-e mód arra, hogy az egy ellen megvalósuljon az önkormányzati választásokon. Az önkormányzati, igen. Ezt mondta Berci, a pártelnök, meg az és hozzátette, hogy is jó lenne, hogyha elgondolkodnának a pártok arról, hogy az európai parlamenti választáson is hogyan tudnak együttműködni, akár közös listát indítani. Ez elindított egy beszélgetést. Én tegnap előtt, meg azelőtt, hát több ezer emberrel találkoztam. Minden nap máshol vagyok, fórumokon, rendezvényeken. Tegnap éjszaka Körvendről jöttem vissza, előtte Sopronba volt, előtte brüsszeli tüntetés volt. Ma nagykörösen találkozunk, nagykörösség délután. Na jó, de most lesz. Hogy állunk ebben a gondolkodásban? Mekkora az esélye egy közös ellenzéki epiristának, vagy inkább már valószínűleg nem lesz? Mi nyitottak vagyunk a Párbeszéd és az MSZP, tetszik látni, ezt hordja minden politikusunk, ezt az emblémát. Mi létrehoztunk egy Európa Párti Erők Szövetségét. Ha bárki ehhez csatlakozni akar, akkor ahhoz mi készen állunk. Tehát mi megmutatjuk azt, hogy megpróbáljuk tömbösíteni az európai parlamenti választásokon az induló pártokat, és hogy ennek miért van értelme, talán Krekó Péter erről sokkal tudományosabban tud beszámolni, mint én. Azért van értelme, mert az EP választáson, hogyha az ellenzéki szavazók legyártanak 2-3-4 százalékos listákat, azok a szavazatok mind elvésznek, sőt, azoknak a fele a Fideszt fogja gazdagítani. És én azt szeretném, hogyha az európai parlamenti választások 21 mandátuma úgy oszlana meg, hogy ott meg tudjuk verni Orbán Viktort, mert az utána egyenesen vezet lélektanilag az önkormányzati választások győzelméhez, már pedig egyre több helyen fogják az országban az ellenzéki pártok bejelenteni. Reményeim szerint március 15-ig nagyon sok helyen a közös jelölteket. Ilyen a magyar politika történetben még nem volt, hogy az ellenzék egyszerre így mozduljon meg, de tudomásul kell, hogy Magyarországon rendszerváltásra van szükség, nem egyszerűen egy kormányváltásra. Azt értem, amit mond, ugye az EP választásnak valóban egyébként lélektanilag van fontos hatása, ugye nem annyira konkrétan vett be politikai értelemben. Viszont ha mondjuk van egy közös lista, mit tudnak tenni azzal a kommunikációval, hogy onnantól kezdve nagyon egyszerű a kormányzat, illetve a Fidesznek a kommunikációja, ha azt mondja, mint amit az elmúlt hetekben már mondtak is, hogy ha lesz egy közös ellenzéki lista, akkor az egy bevándorláspárti lista, sőt, tovább ment tegnap a magyar miniszterelnök, és konkrétan azt mondta, hogy minden liberális demokrata egyúttal bevándorláspárti is. Agyrém ez a kampány, akkor most gyorsan tisztázunk egy dolgot. Nem vagyunk bevándorláspárti erőknek, nem vagyunk Sorosnak, bárkinek a küldöncei Magyarországon. Én például kifejezetten nem szeretném, és tiltakozom az illegális migráció miatt. Én kifejezetten ellene vagyok minden olyan kvótatörekvésnek, amely mondjuk Magyarországra erőltetne, akármilyen intézmények által menekülteket, migránsokat. De nincs ilyen helyzet ma Európában. Orbán ezt azért mondja, mert ettől fél a magyar lakosság, és ezt a félelmet próbálja egy kampányba behozni, és abból választást nyerni ismét, most már Isten tudja, hanyadjára Magyarországon. Ezért válaszoltam tegnap azt Orbán Viktornak a sajtótájékoztatón, hogy rendben, mi az Európa párti kampányt fogjuk folytatni, az Európa ellenes Orbán Viktorral szemben. És azt hiszem, hogy ez lesz a lényeg tavasszal, ha nem is közös lista, de néhány közös, néhány együttműködő, stratégiában valamit egyeztető ellenzéki pártnak lesz egy közös Európa minimum, ami mindannyian az Európa párti Magyarországért fogunk. Nagyon gyors választ szeretnék kérni, ő most nagyon határozottan mondta, hogy ellenzik a bevándorlást, illetve nem bevándorláspártiak, mennyire tudják ezt elhitetni az emberekkel, akkor 2015-ben, amikor elindult ez a probléma, nem közel sem volt ennyire egyértelmű a párt álláspontja. Tessen nekem adni még 20 percet most reggel, és akkor ezt meg tudjuk vitatni. Az biztos, hogy nem tudom. Én azt mondtam, hogy az illegális migrációt nem támogatom, és az erőltetett kötelező kvótarendszert nem támogatom. Ebből indul ki a kormány, ez az ő politikája, de olyan szinten leegyszerűsítette Orbán Viktor ezt a kérdést, hogy ma már nem de tudunk... De önök ezt el tudják hitetni az emberekkel, hogy ezt gondolják ma? Valóban? Én a kampányban azt fogom tenni, hogy amikor majd bemegyek az ön áldozataként itt egy reggelis tévéműsorba, akkor azt fogom mondani, hogy
Nem támogatom az illegális migrációt, viszont beszéljünk másról. Beszéljünk a magyar egészségügyről, beszéljünk a magyar oktatás helyzetről, beszéljünk a kivándorlás problémájáról, mert ezek a magyar problémák, és ezek az igazi nagy kérdések Magyarország számára, és ehhez mi az európai biztonságot akarjuk hozni. Ez lesz a kampány lényege. Itt kell tudja megkülönböztetni a választó majd Orbán Viktort, az Európa ellenes politikáját és minket, az Európa pártiakat. Azt hiszem, hogy az EP választásig sokat fogunk még beszélgetni. Köszönöm, hogy itt vagy. Stop Orbán! Ó, még egy performance-ot is készült. Köszönjük. Köszönöm szépen, kezdjük.